A váltóban negyedik helyet szerezték meg, úgyhogy nagy tapsot mindenképpen megérdemel. Így kezdődnek a gyors korcsolya edzések Szabó Krisztiánnál. Bal lábon is csúszik kanyarban. A házi dicsőségpercek fontos motivációt jelentenek a gyerekeknek. De még az egyéni sportágak sikereihez is kell egy támogató közösség. Szabó Krisztián a Szegedi Korcsolyázó Egyesület vezető edzőjeként másfél évtizede építi, formálja a pengetalpúak közösségét. Mindenképpen szükséges hozzá egy jó csapat, egy jó közeg, egy olyan hangulatú edzés, ahol mindenki jól érzi magát, és nem csak arról szól, hogy most aztán vasfegyelem, és akkor meg kell csinálni már pedig azt a 150 kört, mert különben nem lesz eredmény. A 150 kört azt meg lehet csinálni úgyis, hogy valaki azt a 150 kört élvezi, meg úgyis, hogy beleszakad és unja az egészet. Eddigi edzői munkáját olimpiai helyezések, világbajnoki és Európa-bajnoki bronzérmek jellemzik. Legújabb sikerembere Jászapáti Petra, aki 16 évesen lett tavaly felnőtt bajnok, és aki társaival együtt nem csak edzés munkát kap. Végtelen elkötelezettségéből és profizmusából tud átadni sokat a gyerekeknek. Abból, hogy mindent próbáljanak maximálisan dolgozni, maximálisan teljesíteni az edzésen, és ez a fajta hozzáállás, ez át fog menni a gyerekeknek a mindennapi életben és a mindennapos tevékenységükbe is. Szabó Krisztián azonban nem csak a jégen követel maximális hozzáállást. Számára éppen olyan fontos, hogy középiskolás diákjai a legjobb teljesítményt hozzák a testnevelés órákon is. Én leginkább a kemény munkában hiszek, és a kemény munkát szoktam ezt a párosítani egy kis vidámsággal, mert a kettő azt gondolom, hogy csak együttműködik. Mindenképpen szükség van arra, hogy legyenek poénok is, de a kemény munka az mindenképpen elvárt.